Okay. Pronto. Ugye nincsenek többen, mert már a faszom ki van ezekkel a ninjákkal. Már most, gondoljatok bele. Mi lesz később? Titkos hely? Ez beszél a hölgyről, akit várunk, hogy találkozunk vele? Szkarab! Ó, így jutunk a dobozhoz. Ez a titkos hely doboz. A Clock Tower plázában. Great Devil Elixir. És ez nyitja az ajtót, tehát muszáj erre jönnünk. Oh! Interesting. Mi van ott? Nem fejezi be? Hello! Úgy gondolták, hogy túlságosan sok a HP-m, úgyhogy így mentünk tovább. Itt valahol van egy mentés, ugye itt visszább. Akkor menj csak már el. Ha már elértük azt a titkos helyet. Elekrosz, köszi szépen. Tudja, köszi a giftet. Black Mama még egyszer köszi a 21 hónapot. Igen, itt a szép. Fentre hadd lőjenek. Nyugalom. Legalább kinyílt a színes szar. Na lássuk, mi van a mögött az ajtó mögött. Ugye nem valami challenge fight, amit fél HP-val kell végigcsinálni, mert megint összeszarom magam. Szó szerint. Pleasure Street. What? Pleasure? Oh yeah! Kettőt dobtak belém. Hát ez nem tartott sokáig. Ez a pleasure? Ez még sose volt a kurva házba, szerintem. Szerintetek? De most komolyan. Annyira kevés HP-n van végig, bassza meg. És nincs HP-töltőkénk sem. Nem tudom, hogy ez side content-e vagy sem. Azok általában HP-t dobnak a pajzsosok. Várjunk akkor még azzal az ajtóval. Menjünk először tovább. Nem tudom, hogy mi respawnol és mi nem. Baszd meg! Respawnolnak a spider-kat! Uram! Most már gondolom kezdik érteni az emberek a játékot, vagy ha nem, akkor nem tudom valamilyen... De... Hogyha minden respawnol? Nem spawnol minden. Dehogy. Nem respawnolnak. Hát a múltkor bejártuk a mappot teljesen üresen. Miután megöltünk mindenkit, valamelyik előző mappon, a léghajón is, oda visszaszaladgáltunk a léghajón a challenge lófaszra, és nem spawnolt vissza semmi.
figyelhetünk erre, hogyha ugyanúgy ninják vannak ott is. Úristen! Úristen! Sírni fog, bazzeg! Most kevesebb életünk van, mint volt. Megpróbáljuk, legalább meghalunk. Olyan kár, hogy velük nem tudjuk csinálni a lefejezőt. Hát ez meg honnan jött? Wow! Jé, Tamás, szép délutánt neked is. Remélem, neked legalább szép. Én úgy érzem magam, mint hogy egész délután téglát hordanék azért, hogy a napfényén valaki a számba fingjon. Egy pohár víz helyett. Nagyjából ennyi értelme van, hogy ezt a játékot streamelem. Na, talán így jobb. Ez a különbség fight és fight között. Na, nézzük csak. Látjátok? Ez a move plan. Dead. És a, tehát ez van az egyik irányba, és a másik irányba is ez van. Akkor merre menjünk? Na? Na? Hogy csak is előre? Mind a kettő előre van. Hogy micsoda? Úgy, hogy ezt streamelem, ha nem élvezem? Ki mondta, hogy nem élvezem? A játékot rettentően élvezem. Fiatalkorom egyik gyöngyszeme, és alig vártam, hogy streameljem. Nem is értem a kérdést. Menjük akkor most erre tovább, legyetek, mindig változtatunk. Egyszer csak sikerül valamelyik. Úristen! Dehogy! Ó, bassza meg a kurva élet! Hogy? Hogy a faszomba? Hogy? És te meg a köcsök kérdéseddel takarodjál már az anyádba! Hogy a military base felé kell menni? Először Hans bárjába kell menni, azt adta a küldetés az elején a nő. Rohadt nimpó kéne. Bár mondjuk van nimpó. És láttatok ezt? Most végre tisztán, clean-en legyőztük őket. És most nem adott HP-t a különadját. Ah!
Nimpóval meg lehet oldani. Na, akkor ez lett a megoldás. Első körben. Great Bridge Square. Ugye itt jöttem vissza. Még nem jövünk ide. Erre jöttünk fel, és akkor itt nyitottuk meg azt a titkos járatot, amivel a színes lófaszt is kinyitottam. Ez a kerítés, ez egy olyan kerítés, amit nem tud túljutni a nínia. Le. Tehát most vagy az a kérdés, hogy megpróbáljuk azt az ajtót, vagy vissza kell mennünk. Zárva van. Oké. Okay. Akkor mégis a pleasure lófasz felé kell menni, vagy megyünk erre itt. Jövőtök, erre nem tudunk menni, mert erre zárom minden. Titkos fal! Nem, nincs itt ilyen. Akkor mégis a Pleasure Dome felé kell menni, és ez teljesen üres ez a rész. Ide majd akkor kell jönni, amikor... tudjátok? Amikor meg kinyílik az ajtó. Oké. Okay. Most már ezt is tudjuk. De legalább... Jó, akkor mentsük el. Mentsük el megint. Tudom, hogy gáz, de most legalább full HP-n van, meg egy nimpóm. És a nimpóval tovább tudunk jutni. iOriginal, köszi szépen a 2 évet. Wow, köszi szépen, gratulálunk a kék badge-et. Ez köszi a támogatást. Szóval... már is megoldjuk. Igen, nimpóval szívesebben vágok neki a Purgatory Girl ezeknek a péniszeknek. Ezek most tényleg respawnolnak egyébként. Na, látjátok? Egész másképpen megy nimpóval. Miben, hogy még lesznek? Ott a mentés, bazd meg. Itt van Hans Bára! A mentés. Na. És nem adják ingyen. Hűha. Egy megvan. Bazd meg! Itt a mentés. Lily Key. Ó, az előző mentésnél volt egy ilyen... Bazd meg, hagyjátok már, hogy elmentsem azt a kurva játékot! Nem hagyja, hogy elmentsem. Ó, itt van a kedvenc NPC-nk, srácok. Na végre. Ez egy japán játék, srácok.
I'm Rachel. Hunter I'm Rachel. Fiends. So that was a fiend. You don't see them much nowadays. It's hard to believe they. Nem itt lesz majd a Vigorian flail. Fegyver. Na az még egy durva cucc, azt hiszem. Whether they are a saint or a sinner can succumb to it and become a fiend. So what does that make you? Complex. And you? I'm looking for a greater fiend named Oku. Do you know him? Why are you looking for him? I'm going to kill him. You have no idea what you're up against, do you? If he could be killed, I would have done it myself long ago. He was nagyra van magával. Meglehetősen funkcionálatlan ez a ruha. Már hanem az a célja, hogy ne izzadjon. You seem to have quite a way with the ladies, my friend. Csak úgy dobálja az NPC-t. By the way, good luck with that Doku guy. Sounds like you're going to need it. Oh. And I know Rachel quite well. She'll be just fine. Meg lehet, hogy hőhullámok gyötrik. Na, de legalább megvan a chapter 4. Hát ez nem hiszem, hogy Master Ninja lett. Head Ninja lett. Francba. Mit? You have obtained what? Mit obtaineltem? Valaki látta? Szívesen, Esron, köszi, benéztél. Dragon Gauntlet. Na várjatok egy kicsit. Ez viszont csak a Sigmában van, ugye? Mikor a csajjal kell menni. Igen, igen, szerintem már sokan nem láttátok. Amikor a Fiend Hunterrel kell menni. De mindig csak Ryuval játszottatok, nem? Meg akkor nem láttatok repülő minigant is sem. Igen, kellett menni a hőggyel is. A Figmába. Bár ez inkább ilyen... inkább ilyen fight challenge-es rész volt. Nem volt része ez a sztorinak úgy olyan szinten. Dáva van. Teddy! Szerintem igen. Szerintem abban van, Teddy. Figyelj, ez már így van, ezzel együtt kell élnünk mindannyiunknak.
Én nyomom. Ha esik, ha fúj. Köszi szépen a támogatást. Simon B. Még nem. Még nem, de ez nem azt jelenti, hogy nem is fog. Dvorku Monastery Key, igen, és akkor ezzel kell bemennünk a monasterybe, aminek ott van visszafelé a kulcsa. Ilyen kis légiesen szökel. Bocsánat. Koncentráljunk. Fight. Ó, a francba. Jönnek a fiendek. Jó, bocs, ezt én csináltam. Azt hittem, hogy egy kicsit tovább tart ez a fight. Na, és akkor most tudunk bejutni a monasterybe. Baszd meg! Baszd meg! Az apja faszáján rakja ide a mentést, baszd meg! Hogyha nem engedi elmenteni. Normál esetben el kellene tűnjön a mentés, ameddig fölvegy a harc. Borzasztó. Kombó közben eltűnik. Menthetek már, miután elfogyott az összes hílem. Az összes! Igen, és nem tudom, hogy a csajnak a cuccai... Nem, neki nem lehet a Warhammer-ért fejleszteni. Meg neki külön pénze van, azt hiszem. Na mindegy, mentsük el. Legalább lett egy híja. Jó. Gondolom, ez zárva le, nincs rá, nincs zárva. Ó, de miért jöttél be ide, István, ha lehetett fel is menni? Na mindegy, úgy se éljük túl, úgyhogy... Kezdődik. Kombó, ez. Á, nem tudja beadni végleg, bazznek. Ez. Igen, ennek nagyon szép a vége. Egész jól használható. Igen. Most már négy heal van, az nagyon jó. Gondolkozom azon, hogy lehet, hogy kéne menni menteni, de nem biztos, hogy jó ötlet.
Oh. Bazd meg, mi a fasz, mi az, hogy tarta? Ne! Nem igaz. Uramisten, ezek... Itt is jönnek a pókninjak. Hát szörny. Legalább megnézzük, mi van oldalt. Ő nem tud a falon futni? Vagy erre itt... De tud? Takarodja? Ez az. Nem tud futni, de... Ez valami titkos helyt? Faszomba tudnak kombó közben beütni. Katasztrófa. Az a baj, se kiütni, se visszaperizni nem tudunk. Meghalni meg buz is. Ez is egy challenge. Faszom. Tudja, hogy challenge mi? Azzal az a baj a challenge-el, hogy ugye az csak a csajjal lesz érdekes. Ryuval nem. Spawnol és spawnol. Jézus Mária. Ugye még... Aha, ez egy challenge. Ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet volt idejönni. Nincs hozzá elég HP-nk. Nincs hozzá elég HP-nk, és... Nem tudom, az a baj, nem tudom megcsinálni. Csak az a durva, hogy szólhatna legalább egy ilyen lezárással, vagy valamivel, hogy ez egy challenge lesz. Mert az a baj, így belejövünk, és így ilyen 34 ezer órás harc után... tudjátok, itt így... Ugye Denevér az egyetlen, aki mindig healtad. Nope. Az a baj, hogy ez így nem lesz jó. Most már ez így nem lesz jó, igaz?
Az a baj, nem éri meg, de az a gond, hogy ráadásul most meg is kéne halnunk, mert rosszabb a... Meg kéne halnunk, nem? Mert sokkal kevesebb a healünk, mint volt. Na, az a baj, hogy most gyorsan kifingunk akkor. Oké, rip. Úgy fejbe baszott az egyik, hogy meghalt. Oké. Okay. Mert akkor ezt a challenge-et ezt alapból kihagyjuk, mert az a baj, hogy szerintem ilyen, vagy egy skint kapunk, vagy valami ilyesmi, mert ugye Ryu-t nem tudjuk fejleszteni azzal, amit a csaj kap, szóval ami szerintem nagy mellényúlás. De ez van. Úgyhogy akkor megyünk befelé. Az a baj, hogy kombó közben meg tudnak ütni. Jó. Ott voltak a ninják abban a kis ajtóban, ott oldalt. Mi van, nem megyünk be a kis ajtóba ott oldalt, hanem bejövünk ide középre. Még spawnol olyan barna izé, mi? Gondolom. Jó. Akkor arra kell mennünk, ahol a ninják vannak? Hát nem már. Oké, okay, akkor eljövünk. Oké. Okay.
Mi a fasz? Mik azok? In an age when chaos ruled all, the bloodlines of all the ancient tribes were mixed, and their traits were passed on to the fiends. Then there were the twin fiend sisters, Nike, fiend of destruction, and Ishtaros, fiend of creation. The bloodline they began invited the awakening of an entire new race of fiends. Oh. Those who have awakened to become fiends may only find freedom in death. Only in death. Okay. Ja, és akkor itt ezt a részt játsszuk folyamatba? A csajjal? Ide fogunk visszatérni a hölgyel? Most visszakapjuk Ryut? Szerintem igen. Ugye? És most már Ryuval is szörnyek ellen kell harcolni. Aha. Talisman a Free Birth, köszi. Aha, és most vele megyünk a monasterybe. Jó. Nice. Jézusom! Mondjuk. Oké. Okay. Még elixír. Ezeket most tartalékolni kéne az igazán nehéz fájtokra. Nem elbaszarintani. Oh, Jesus Christ! Hallok még itt lépéshangokat bőséggel. Oké. Nimpó? Vagyis hát igen. Nem Nimpó, de valami. Ez a map. Map of Dvorku. Ez a kiárat innen. A monasteri felé kell, aj, bassza meg harc. Megint itt vannak a motormágusok. Szek. Benn még volt egy ilyen ajtó. Streamben nem bajonettáztam még amúgy, Katkil. Nem. Gege, köszi a csírt. Nagyon szépen köszönjük. Könnyebben ment ez a dolog. Wow! Köszi, Gege. Ó, ne! Paszki, ha tudtam volna, ha most emlékeztem volna a talizmára, akkor nem hagyom magam meghalni. Hát nem hiszem el. Hát ez már lehet. A múltkor olyan könnyen kinyírtuk, hogy szar. Baszom tudja most, mi történik. Kaptam.
Ó, ezt véletlenül nyomtam be. Bocsánat. Ne beszéljünk róla, srácok, inkább ne. Úristen. Ez a bénázás, ez Jézus Isten. Szóval, a monasztéri felé a hídon vezet át az út, reménykedjünk benne, hogy kinyílt. Hogy ez az. Ugye a híd az erre lesz. Gondolom a ninják is újra spónolnak, úgyhogy el kell nyomatni egy nimpót, biztos. Mert ezt nem vállalom be. Hát mondom. Mondtam, hogy a nehéz fájtokra kell pazarolni a HP-t. Erről ennyit. Minden HP-m elment csak arra, hogy ezeket le tudjam győzni. Jóságos ég. Norán, köszi a 7 hónapot. Nagyon köszönjük. És nem nyitható! És nem erre kell jönni. Feleslegesen basztuk el. A HP-t. Wow! Tudom, hogy hova kell menni. A Lilis ajtót kell kinyitni. Mert ahhoz találtuk meg a kulcsot. Most jött eszembe. Elbasztuk az összes hílt. Atyaságos úristen! Semmi gond. Itt lesz egy mentési pont, srácok, és amellett lesz egy ajtó, amin egy Lilion van. Fent azok lőhetnek, az nem gond, és ehhez találtunk kulcsot. Ehhez nézzétek csak. Use the Lily key. Úristen! Ez meglepett. Anális! Nincs életem, ennyi. És érted, a kamera nem fordul még meg, és már kapod, érted? Szárnyas fasz jön a szá... Bocsánat, nem. Pisti, hagyd abba! Ez undorító. Interact? Ja, az a ládára vonatkozott, nem? Ha. Run along the wall, jump to another wall, keep running. Oh! Várjatok. Azt hiszem megvan. Innen fogunk indulni. Valahogy. De miért hagyja abba a futást? Á, tudom miért. Megvan. Egyik farról a másikra. Megkaptuk a Velikfirt, az esencet. Ne, azt akartam mondani, hogy ha ninják, jönnek, feladom. Nem tudom, mit csinál, kész, vége. Nem tudok megmozdulni. Dead. Ez annyira dead, hogy dead.
Érted? Az a baj, hogy nagyon nehéz átadni ezt a játékot. Pedig úgy szeretném, de mondom, sajnos nem megy. Sajnos nem megy, hogy átadjam. Sajnos nem. Pedig olyan jó lenne. Csak hát minden ilyen game sajnos halálra van itt jelve streamen. Olyan kár. Láttatok, mi lett a Blood Rain-el is. Pedig az is mekkora egy állatjáték. Ha előre támadok... What? What the fuck? De volt itt! Mindegy! Oké. Okay. Nincs nimpunk, de lehet nimpunk. Limpóval meg tudom oldani ezt. Még dobhatott volna az utolsó is HP-t, hogy ment volna a szomba. Oké. Okay. Sanyi! Köszi szépen a 14 hónapot, Krovár köszi a 41-et, Kimjó köszi szépen a giftet, és Turizmo köszi a 49 hónapot. Nagyon köszönjük. Na, let's go! Ehhez a Pegasus szimbólum ajtó kulcs kell, kulcs. Nekünk még csak Lili van. Akármi is legyen, én ezt most megnyomom. Legalább lett mentés, srácok. A Kazi, a... Nincs egy Sigma, a Sigma 2 és a Razor's Edge. Ezek megint a motorosok? Ez a nyikorgás hang, ez az igazi agyfasz. Rip. Na mindig egyszer megpróbáljuk. Ó, igen. Ez a Judgment, kedves tőled. Igen, Kacsi, szóval az a három game van benne. Volt még egy... az nem Ninja Gaiden volt, vagy Gaiden volt, hanem mi a faszom volt? Az, srácok, egy ilyen cel-shaded grafikás játék, ami ilyen spirituális negyedik rész. Volt még egy. Mi volt az a... Nem te is Tenchu, az régebbi ennél. Vagy Tenchu volt? Shinobi? Nem. Mi a faszom, bazzik? Takarodj már! Lep, Jaiba, azaz, Kasszás Gaming. A Jaiba volt, nem? Az volt az ilyen spirituális negyedik részszerűség. Jaiba, szerintem.
Most az rémlik hirtelen, ahogy mondtad. Mi a faszom van? Nem. Ja, tudom. Volt egy alcíme is. Mindjárt megnézem, csak ugye ilyenkor nem tudok kontrollerrel googlezni. Zombik ellen. Az, Kaszás Gaming. A zombik ellen volt. Rip. Jó, engedjük is el. Ezekkel a motorosokkal nem tudom, mi volt az előbb is. Hagyjuk a faszomba, amúgy sem volt semmi értelme. No. No. Ott van. Jaiba Ninja Gaiden Z. Az volt a spirituális negyedik rész, de az már teljesen más volt, mint ez a játék. De ha valaki még esetleg vágyik a három részen kívüli élményre, az azzal játszhat, de az nincsen benne a pakban, srácok. Egyáltalán. De az volt az. Igen, mindjárt meg is nézem már. Egyébként 40 euró ez a collection, és de most van 10% kedvezményre, úgyhogy csak 36. Igen, és akkor mindjárt mondom el. Szerintem még van. Hogy a Black nincs benne? De nincs benne a Black, de a Black az... A Black az annyiba különbözött a Black a simától, hogy a Black volt az Xbox verzió, nem? Én úgy tudom. Aha. Nézzétek csak, ez volt a negyedik rész, és ez is Koei Tecmo. Negyedik rész, meg Team Ninja. Az ilyen cel-shaded grafikás volt, most hangot direkt nem nyomok hozzá. Ilyen cel-shaded grafikás cucc volt, és akkor így, tudjátok, ilyen képregényszerű volt a cucc, és ilyen iszonyat darab volt egyébként. Reworked volt? Oké. Okay. Látjátok, és ilyen rajzfilm grafikás témába kellett ilyen iszonyat módon darálni. De ez már csak ilyen spirituális negyedik rész volt. Meg minden. De nincs a Gaiden névre hallgatott ez is alapvetően. Csak itt egy ilyen félkiborg faszom tudja, milyen ninjával kellett zúzni a cuccost. Amúgy nem volt rossz, de hát sehol nincs a Ninja Gaiden gémekhez. Mint olyan, csak gondoltam, megmutatom azoknak, akik esetleg még nem látták. Jó. Na hát figyeljetek, nem haladtunk annyira nagyon rosszul a játékkal. Én azért köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Most egész hétvégén leszünk. Holnap és holnap után este is. Kövessétek a menetrendet. Közvetítjük majd a rendezvényeket. Izgulunk. Reméljük, hogy lesznek jó megjelenések, és lesz minő örjöngeni. Marabunak köszi a 35 hónapot, Trixinek köszi a 8-at. Azt nevezem. Gratulálunk, Trixi, hogy hivatalosan is gyógyszerész lettél. Sok sikert neked. Köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt az infót. És akkor jövő héten majd elképzelhető, hogy pörgetjük tovább, de azt tudom, hogy a hétvégi streameken kívül ugye hétfőn biztos, hogy a Ratchet & Clank-et fogjuk folytatni. Ez 100% biztos, a többit majd látjuk, de most ugye non-stop fogjuk tolni a dolgokat, úgyhogy srácok, hétvégén találkozunk, egészen pontosan holnap 8:45-kor. Ugye? Akkor kezdünk a menetrend szerint. Ja, 8:45-kor találkozunk a Ubisoft-tal, utána pedig 10:30-tól pörgetjük a Devolver Digital-t egészen 12:30-ig, szóval aki nem kocsmázni megy szombaton, csatlakozzon, biztos izgalmas, érdekes lesz. Ne ígyatok sok sört, mert akkor el fogtok aludni. Holnap találkozunk, srácok. Még egyszer köszönöm szépen. Szevasztok.